Sziasztok, Krisztián vagyok, itt vagyunk a Északi Árnyavítóban, itt a parkoló résznél. Itt több darab busz ki van most itt állítva kint. Egy 250-es. Mellette egy X256-os borsodi. Mellette egy 260-os. Az mellett egy 211-es. És most, ha jobbra fordulunk, itt egy 481-es, és itt egy 94G, itt láthatunk, és itt egy 97-es, és itt egy 95 HD, itt láthatunk, az mellett egy 94, ez már újabb típusok, és az mellett egy 91-es. És itt a 2280-as látható. Ezt nem rég avatták fel 60-ba. És hát mögött egy első generációs 280-as. És a háta mögött meg a 180-es. Ugye nem csak ott van, ugye látod, hogy végig van, és emiatt jöttünk. A hátsó kerék is itt megadta magát egy kicsit. Úgyhogy kezdjük el a videót. Gyerünk, bemegyünk most a csarnokba. Itt egy szegedi 260-as láthatunk. Itt így jön nekem műszerfala. Nem tudom, mennyire adja vissza a kép. És így jön itt belülről, utastere. Az 1999-ben gyártottam. És meg egy Csepel D440-es. Így a négynek itt a hátulja. És itt mellette és hátul mögött egy Zastava 750-es. És itt egy Opel Rekord P2-t láthatunk. Így jön itt belülről. És itt hátra mögött a Trabant 601-es. És itt egy ex-borsodi 266-os láthatunk. Így jön itt hátulról. És ebben nem mentem, mert túl sokan vannak, de lehet mindjárt felugrok. Meg egy Fiatot láthatunk, Sparky Fiatot. Itt mellette meg egy gyűrött, ugye összenyomott autó. Jön ez. Itt
itt egy BDT vezérlőt láthatunk, ez tavaly még nem volt így kiállítva. Ez félre volt rakva itt bent a csarnokon belül, elkerítve. Ugye akkor egy ismerősöm beengedett, és akkor teljes körülön végig videóztam nektek, szintén most nem fog sikerülni, de már ezt egyszer láthattátok a csatornán. Itt kiállít, vagy menet közben szerintem nem. Most nem mutatom akkor újra az új nézőknek, hogy milyen belülről. Nem lehet bemenni a vezeti állásra. De van zárva, de így itt egy nézőt utastere. Ez egy jól megszokott régi ülések még, szinte mi mai napig találkozhatunk ilyen üléssel, vagy ilyen vezénylővel. Azért a vasútat még nem annyira fejlesztették az elmúlt 30-50 évben sajnos. Szóval... Úgy mondom, hogy a retro hétvégeket sem értem. Már a Lajos Mizsi vonalon 024 BM mozdonyok, meg ilyen vagonok közlekednek. Tapolca felé is ugyanúgy ilyen vagonok közlekednek. Szóval amúgy csak a Váci vonalat, meg a fővonalakat vannak mindig parondban. Az én véleményem, de hogy ez igaz. Szóval megyünk tovább. Itt meg bent az Icarus 30-as láthatjuk. Ezt 60-ban avatták fel tavaly. És itt egy 260-as torzót láthatunk. Hogy ez a ő rendszáma volt, azt nem tudom. De hogyha találok erről a buszról valami információt rendszám alapján, akkor fog nektek ide vágni. Itt modelleket láthatunk. Itt egy 556-os, itt egy 180-as, és itt meg egy 30-as pótkocsival. Itt egy Icarus pajtot láthatunk. Itt mellette egy 290-eset. Ezt a reptereset nem tudom, hogy milyen típusa. A zöld, ez egy 211-es. Mellette meg egy 250-es. Ez egy Icarus ITC 600-asnak a rendszer, a kormánya. Itt mellette meg egy Icarus 60-asnak talán az eleje. Itt egy Icarus 270-es. Mellett egy Icarus, egy 396-os modell. Itt egy Ziut láthatunk. És itt is ilyen nekem műszerfala. Itt egy Ziut láthatunk. És így jönnek itt a műszerfala. És így ilyen belülről. Ennek a V60-as mozdonynak a vezető fülkével fogom menni az Akandónak. Szóval 003-as. Így jön nekem műszerfala. Vezető állása. Ennek a mozdonynak az érdekesség, hogy 4 darabot készítettek belőle, és azért van egy beburkolva ez a vonat, hogy sokkal áramvonalasabban legyen, mert akkor abban az időben ez volt a leggyorsabb gőzmozdony abban az időben. Ilyen a konyhája a kaporsónak. Nem lehet, hogy ebbe menni sajnos.
Ilyen. Kettő 44-es, 242-01-es. Me and my niggas trying to get it. Yeah.